Hát igazából ugye, ahogy leérettségiztem, jött az, hogy hova menjek tovább tanulni, és nekem mindig fontos volt ez a része is a dolgoknak, mert azért tudtam, hogy csak a vízilabdából nem lehet megélni, főleg nem a női szakágnak. És hát ugye nem is leszek játékos örökké, szóval nem tudom még hány év van bennem, de hát arra is kell gondolni, hogy milyen ezután. És elég nehéz itthon úgy egyetemet, meg vízilabdát együtt úgymond csinálni. Meg igazából elég, hogy mondjam, drága is. És mondom, a lányok meg nem kapják meg így ezt a személyes támogatást. És ezért is gondolkoztam róla, hogy akkor mi legyen. És hát nem tudom, így vártam is az újra, meg egy új motivációra, és akkor szóltam az egyik válogatott edzőnek, ha esetleg lenne valami lehetőség, vagy ő tud valamit, akkor szóljon, és egy jó hosszú ideig, egy fél évig nem is beszéltünk, és akkor így tavaly áprilisban igen, szólt, hogy az egyik egyetemen keresnek egy külföldit, mert egyébként szeretik a külföldieket, és hogy van egy ösztöndi lehetőség, és akkor én beszéltem is az edzővel, és egy 3 napon belül nagyjából alá is írtam a papírokat, szóval ez így egy gyors döntés volt. És hát igazából tényleg nem kellett sokat gondolkoznom, mert ugye tanulmányi szempontból megtanulok egy új nyelvet, meg azért az egyetem is elég jó, tehát szerzek egy diplomát, ami azért kell, és mellette ugye a vízilabda sem marad el, tehát nekem az is fontos volt, hogy ezt tovább vigyem.